Magyarországon is egyre több meleg pár vállal a gyermeket. Sajnos ezzel egyidejűleg egyre több kritika ér minket melegeket, hogy a gyerek szempontjából ez igencsak káros. Az 1970-es évek óta nagyon sok kutatás irányul erre a kérdésre, és ezekre azért volt szükség, mert gyakorlatilag a bíróságokon támadják a meleg szülő párokat, hogy esetleg a gyermeket károsodás éri. Tehát, hogy végülis pszichésen sérül-e a gyerek, illetve az, hogy a szexuális orientációja milyen lesz, vagyis, hogy a meleg lesz-e a gyerek, hogyha a szülei melegek. Azt találták a kutatások, hogy ez egyáltalán nincs így, tehát hogy semmilyen hatást nem tudtak kimutatni. Így kezdődött ez a történet. A mai kutatások már nem ezzel ebben az elrendezésben dolgoznak, hogy az egyedülálló szülő által nevelt gyereket hasonlítjuk egy azonos nemű szülő által nevelt gyerekkel. Most már párt a párral végzik a kutatásokat. Ezek sem találnak igazán nagy különbségeket. Amit el lehet mondani, még egészen olyan kutatás is van, ami pozitív különbséget talál. Az egyik legutóbbi kutatás, ez egy longitudinális kutatás, tehát hosszú ideig tartott, és ez alatt az időszak alatt többször mérték a gyermekeket, és ők azt találták, hogy három olyan terület van, amiben úgymond jobbak a melegszülők, ez leszbikus anyákról volt itt szó, melegszülők által nevelt gyermekek, ez pedig az iskolai teljesítményük, a nyitottságuk, illetve az agresszivitásuk. Ezek a gyerekek, ezek nyugodtabbak és jobban tudják a saját dühüket, saját a negatív energiájukat kontrollálni. A nyitottságot azt értem, de az iskolai teljesítmény és a nyugodtságnak mi köze ahhoz, hogy meleg szülők vagy heteroszülők vagyunk? Meggondolja egy meleg pár sokkal inkább, hogy szeretne egy gyermeket vállalni, hogy megfelelőek ehhez a feltételek, ugye itt nem tud igazából becsúszni egy gyerek, vagy ilyesmi, és emiatt általában magasabb a státusuk, jobbak az anyagi körülményeik, és mondjuk a jobb anyagi körülmények önmagában vezetnek ahhoz, hogy jobbak a gyereknek az iskolai teljesítményei. Ezt más kutatások is, egyébként nem melegekkel végzett kutatások is általában ezt mutatják. Egy meleg férfi pár milyen úton juthat hozzá a gyermekhez? Akkor egy felbomlott heteroszexuális kapcsolatból született gyermeket nevel tovább az egyébként azonos nemű párra lelt apuka. Ez az egyik mód, ez az, ami viszonylag elterjedt a Magyarországon. És akkor vannak új trendek, ezek pedig lehetnek az örökbefogadás, illetve lehet a béranya segítségével való gyermekvállalás. Ezen kívül lehet egy leszbikus párral is összeállni, és valamilyen formában gyermeket van. Valamilyen formában nem a gyermek nemzés megvalósulására gondolok, hanem inkább a gyereknevelés módjára. Itt van az, amikor akár hallhatunk arról is, hogy összeköltöznek négyen egy nagyobb házba, és ott közösen nevelik a gyermeket. Lehet az, hogy az apák felügyeletet vállalnak, és hétvégi apuka státuszúvá válnak. Vagy lehet egyszerűen csak az, hogy a leszbikus pár neveli a gyermeket, de a gyermek számára ismert az, hogy ki az apukája, és amikor ő úgy érzi, hogy szeretne menni, akkor ez a kapu ez mindig nyitva áll, és föl tudja keresni az apukáját. Mi a helyzet a leszbikus párokkal? Hasonló utak is vannak, tehát hogy lehet, hogy egy korábbi kapcsolatból megmaradt gyerek kerül be az új családba. Megvan a mesterséges megtermékenyítés lehetősége is, de itt nyilvánvalóan az jön szóba, hogy biológiailag az egyik szülőhöz fog tudni kapcsolódni, illetve jogi értelemben is csak az egyik szülőhöz fog tudni kapcsolódni. Ez ugyanaz az eset, mint az örökbefogadás. Igen. Milyen buktatói vannak ezeknek a gyermekvállalási lehetőségeknek vagy módszereknek? Mik a nehézségek? Melegpárok úgy fogadhatnak a Magyarországon örökbe, hogy az egyikőjük önálló örökbefogadóként jelentkezik a helyi hatóságnál, és ez ilyen erre vonatkozó igényét bejelenti. És innentől megoszlanak a vélemények, hogy mi a szerencsésebb, ha felvállalja, vagy ha nem vállalja föl a
szexuális orientációját. Elméletileg a törvények nem tiltják, hogy melegnek lehessen örökbefogadni gyermeket. Én nem tudok olyat, aki ezt végigcsinálta melegként és kapott utána gyermeket. A fő kifogások gyakorlatilag arra vonatkoznak, hogy a gyermeknek a szexuális orientációja milyen lesz a későbbiekben felnövekedvén, mert hogy kimondva kimondatlan nem akarják újra termelni a meleg párokat. Hetero szülők által nevegyelkek is lehetnek nem heterok, de mégis, hogyha egy meleg szülőpár által nevelt gyermek később meleg lesz, az baj. Nekem az a véleményem, hogy pont ez az alapkérdés lenne, hogy önmagában miért tekintjük ezt problémának. Mert ezzel rögtön másodrendűnek tekintjük a meleg állampolgárokat a heteroszexuálisokkal szemben. Van egyébként olyan, ha már visszatérünk is a kutatások területére, van olyan kutatás, ami ki tudta mutatni, hogy a leszbikus párok, ez egy leszbikus párokon végzett kutatás volt, hogy az ő gyermekeik között minimálisan nagyobb a melegek száma, mint az egyéb heteroszexuális szülők által nevelt gyermekek között. És ezt a kutatók azzal magyarázták, és itt jön be a nyitottságot, mondtad, hogy rögtön érted is ezt, hogy miért lesz nyitottabb egy melegek által nevelt gyerek. Az a példa, az a minta, amit látnak ezek a gyerekek, az arra sarkalja őket. Nem arra, hogy a homoszexuális kapcsolatot eltanulják, hanem az, hogyha ők úgy érzik, hogy ilyen irányultságuk van, akkor azt könnyebben fel tudják vállalni, és nem folytják el olyan mértékben, mint ahogy azt egy egyébként heteroszexuálisok által nevelt gyermek esetleg megteszi. És van még egy terület, amiről nem igazán beszéltünk, de nagyon kapcsolódik ahhoz a félelemhez, amit esetleg egy gyámügyes is érez. Ez pedig az, hogy ezeket a gyerekeket bizony több diszkrimináció éri. És ezt is ki lehet mutatni, hogy így van, a társadalomban több olyan bántás, ugratás, csúfolásnak vannak kitéve ezek a gyermekek, amik pusztán arra vonatkoznak, hogy őt azonos nemű szülő neveli. Van erről egy vicc egyébként, hogy egy kicsit a komoly témáról tereljem egy másodpercre a szót, az pedig az, hogy mi az indoka a társadalomnak arra, hogy ne nevelhessenek a gyermeket azonos neműek, és hát az, hogy csúfolni fogják őket. De hát ki fogja őket csúfolni? Hát a heteroszexuális társadalom. Igen. Alapvetően a legfontosabb a nevelésben az az, hogy két szeretetteli szülő nevelje azt a gyermeket. És ez az, ami a legtöbbet ad a gyereknek, hogy ő a biztonságot érezze meg a családban. Tehát már ezzel a biztonsággal tud a társadalomban is mozogni. Ezzel a biztonsággal tud kapcsolódni majd a saját felnőtt kapcsolataiban is. Nagyon kevésszer találkozunk olyannal, akit soha semmiért nem csúfoltak. Ha ő úgy érzi az a gyermek, hogy egy szerető közegben nevelik őt otthon, és az megteremti azt a biztonságot a számára, amire szüksége van, akkor őt nem fogja ezt traumatizálni egy ilyen nagyon csúnya szakszóval élve, hanem bizony valami egészséges megküzdési móddal ezen túl tud lenni. Ez egy darab terület, amivel esetleg őt bánthatják, de igen, erre föl lehet készülni. Van egy olyan terület, amiben a meleg szülők akár jobbak is lehetnek sokszor a heteroszülőknél, hiszen ahhoz, hogy a melegek gyereket vállalhassanak, egy olyan bonyolult procedúrán kell keresztül menniük, ami egy sokkal nagyobb elkötelezettséget kíván, és amennyiben már ekkora elköteleződést tesznek a gyerek irányában, ez tulajdonképpen pontosan az a szeretet, ami a gyerek felé irányul, és pontosan az a szeretet, amiből a gyermek biztonságát tudja meríteni.